egész furcsa volt szembesülni azzal a ténnyel, hogy Kökény Attila és Rakoncai Viktor, bár azért hát ismerik egymást jó régóta, stúdióból is, színpadokról is talán, de azért egy közös számra elég sokat kellett várni. Szervusztok, köszöntünk benne. Sziasztok, a stúdióban. Jó reggelt. És ez most megvan. Hát igen, nem csak a közös dal, illetve dalok, hanem egy óriási koncerten vagyunk túl. Ugye szombaton volt a turnénk záróállomása a Margit-szigeti színházban, szabadtéri színpadon, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy teltházzal zárhattuk ezt a turnét. Meglepő nem volt, mondjuk, tegyük hozzá. Hát igen, most nyilván belsőleg mi is ezt érezzük, de azért az milyen jó, hogy mikor készülünk valamire, és akkor egy pár nappal előtte bemondják, hogy vége, nincs már jegy, meg sold out, meg mit tudom, és akkor a család ugye jött a koncertre, és mondtam, hogy időben induljatok-e, persze, vagy sokkal előbben indulunk minden, és mondják, hogy nem fogunk odaérni, mert lezártuk az egész Árpád híd, oda-vissza lezárva, dugó. Minden. Hát hú, mondom, ez elképesztő. Ja, nagyon jól sikerült minden, úgyhogy hát boldogok vagyunk most. Én még aludni se tudok, most már nem tudom hány napja, kettő. Még mindig az van a fejemben a koncert. Ilyenkor kifejezetten praktikus, amikor reggeli műsorba hívnak. Hát igen, egyébként ma tudtam volna aludni, csak szóval. Bocs. Jó, és akkor most itt az új dal Charlie-val. Igen, erre az alkalomra, erre a Margit-szigeti koncertre készült egy közös dal Charlie-val, Attilával, így együtt. A címe Együtt a bárban. És ezt itt mutattuk be először, ugye a videoklip az megjelent egy pár nappal előtte, de élőben itt játszottuk el először. És hát itt is egy nagy álom valósult meg nekünk, hiszen mind a kettőnk nagy kedvence Horváth Charlie. Attilának aztán különösen, ugye a pályafutása kezdete óta, Charlie-vé szeretett volna válni, hogy olyan ikonikus hangja legyen, mint Charlie-nak, meg karakteres hangja, úgyhogy ugye tényleg... Szabba sok meló van. Igen, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy ez a, hát minden így szempontból van. De azért dolgoztál rajta. Hát igen, én is melóztam rajta sokat, hogy emelni váljak, de... Azt beszéltünk pont Balázssal, még a mai nap elején lehet, hogy azt még nem hallottátok, hogy amikor meghallgattuk ezt a dalt, ugye ő főleg a hangszerelésre tért ki, hogy ez mennyire jó, hogy végre van egy ilyen új dal, én pedig arra, hogy az első másodperctől kezdve mosolygok, egy ilyen nagyon jó érzésű dal született. Igaz, hogy ti is végig, tehát azt látjuk a videóklipben is. Hogyan íródott, hogyan született ez a dal, ennek a közös munkának a gyümölcse? Hát alapvetően ugye az volt a lényeg, hogy tényleg egy éve koncertezünk folyamatosan, és a színpadon is egy örömzenélés folyik. Nagyon csodálatos zenekarunk van az ország legjobb zenészeivel, és tényleg mindenki olyan örömmel jön koncertezni, és az volt az elképzelésünk, hogy szeretnénk egy olyan dalt készíteni, amiben átjön ez az örömzenélés. Szerintem a videoklipből is tökéletesen ez megtalálható. És hát így, hogy Charlie elvállalt ennek a dalnak az ének szerepét, tehát még megfejelte nekünk ezt a dolgot azzal, hogy elvállalta, és tényleg én azt mondom, hogy a végeredmény az pontosan átjön az a flow, meg az a jó hangulat, amiben vagyunk most már. Abszolút, ami nekem nagyon óta tetszik a dalba, hogyha ma a hangszerelést mondta az Anita, az, hogy megvan a big bandes, rezes állások, ott vannak a vonósok, tényleg van egy nagy vonalúság. Kicsit engem, nem mondom, hogy emlékeztem, mert tudom, hogy a műfaj létezik, de mondjuk aki hallgatott Incognitot vagy Brand New Heavy-t, aznak ismerős, kicsit oda van csatintva a basszus, az nagyon jó tesz. Amikor agyaltunk, hogy mi legyen, akkor mondtam, hogy hozzuk vissza a mi gyerekkorunknak a diszkóját, és hát mi volt az? Az a Mezzo Forte volt, az Incognito, amivel elkezdődött egy diszkó, egy buli vagy valami, és hát nyilván a Viktor ebbe zseniális. Csak mindenem egy pendrive meg egy enter volt, hanem emberek, meg hangszerek. Viktor ebbe profi és zseniális abban, hogyha valami olyasmit kell csinálni, ami éppenséggel ezt a világot hozza vissza, akkor őt ugye, az volt az érdekes, amikor megírta a dalt, hogy jöttek a részek, az én részem, a Charlie része. És akkor így hallgatom, hogy honnan fogja ő tudni, hogy kinek mi fog jól állni. És hogy tökéletesen megírta a Charlie-nak azt, hogy azok a bemondások, azok a szöveg dolgok, tehát hogy ilyen, csak ültem, bámultam. Most értem, hogy voltak kétségeid, de tényleg hát aki Viktor munkásságát. Ja nem, kétségem nem volt egyáltalán, hiszen ha nincs semmi másom, azt megírta nekem, és hogy tényleg, hát ez nekem nagyon sokat segített akkor 14 évvel ezelőtt, 2010-11-ben írta nekem, ha nincs semmi másomat, és hogy nagyon sokat segített nekem a dal, de hát ő olyan tényleg, hogy
nagyon sok embertől kapok dalt, és hogy mindig az van, hogy azért én hallom az előadókat benne, vagy a szerzőket, mert hogy saját maguk érzését próbálják, de a Viktoréban nem. Én sokszor meglepődöm, hogy ezt is a Viktor írta. Mert hogy egyszerűen akár bekapcsolom a rádiót, hallgatom, és akkor utána nézek a dalnak, látom, hogy szerző Rakoncai Viktor. Hát mondom, ezt nem hiszem el. Mindjárt ünnepelünk, mert hogy egy óriási mérföldkőhöz érkezett, de még mielőtt ezzel kapcsolatban kérdeznék, Viktor, egy gyors személyes vonatkozást engedj meg nekem, talán emlékszel, amikor évekkel ezelőtt összefutottunk az utcán, és kérdeztem is, hogy na, mikor látunk újra, mi lesz az újdonság, és azt mondtad, hogy neked most ez így jó, hogy a háttérben vagy, hogy te nem látszódsz, de a te munkád az látszódik, hogy nagyon nagy sztároknak, zenészeknek írsz dalokat. Most ott vagy a videoklipben, itt vagy velünk, beszélgetünk, változott valami, ez a közös munkának a gyümölcse, vagy esetleg lesz-e nagy visszatérés a látható perifériában? Hát ez már az. Már nem engedjük el. Én tényleg nagyon hálás vagyok az Attilának, mert az ő ötlete volt az, hogy ugye az elmúlt sok évben, ugye háttérben, ahogy mondtad, és nagyon sok zenei tévéműsornak vagyok a zenei producere, de ez mind-mind háttérmunka, és az Attila mondta, hogy kezdjünk el újra dolgozni együtt, de ne úgy, hogy én most csinálok valamit, és ugyanúgy ott maradok a négy fal között, hanem jöjjek ki a színpadra, és kezdjek el zongorázni, és együtt csináljuk ezt az új projektet, és hát ezért nagyon hálás vagyok neki, mert tényleg teljesen más a színpadon zenélni, mint otthon a négy fal között. Jól tettétek, vagy jó volt, hogy ezt elfogadtad, aztán itt jön következő év áprilisa, akkor pedig MVM Dome. Egy elég tekintélyes szülinapi bulit lesz. Igen, hát... Viszonylag kerek. A szűk haverok. Viszonylag kerek, igen. De hogy jó ezt így megélni egyébként, így, hogy az ember tényleg azt csinálja, amit szeret, és hogy... Ráadásul most meg már egy olyan csomagba kerültem bele így a Viktorral kapcsolatosan, hogy gyakorlatilag gyerekkorom óta vágyódom erre a fajta hangszerelésre, muzsikára, és hogy én nagyon sok emberrel dolgoztam, és tényleg senkit nem akarok megbántani, de soha nem kaptam meg azt a fajta világot, amire vágytam. És most ugye jött a Viktor, ugye már ott, amikor mi beszélgettünk erről 2 évvel ezelőtt, hogy miért is nem dolgozunk együtt, nem értjük ezt az egészet, akkor ő újra hangszerelte a Nincs semmi másomat, és akkor ültem a kocsiba, és akkor így éleződött bennem ez az egész, hogy na most megérkeztem rendesen. És nem vettem ébredés a turné címe is, mert fölébredtünk. Fölébredtünk, hogy... Jó reggelt! Igen, jó reggelt! Szóval milyen jól tettétek! Kökény Attila, Rakoncai Viktor, nagyon örülünk, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen!